Sziasztok! Bizony szombat van, és itt a gyerekmenü. De ne is húzzuk tovább az időt, közeleg a hideg idő. De attól még én néha kerékpározom. Ezért is érdekelt ez a kiállítás, ami a Szabadkai Múzeumban látható. Összefoglalót készítettünk a számotokra, tekerjünk is bele egy kicsit. Képzeljétek, hol jártunk, a Városi Múzeumban kerékpárkiállítás van. Na ott aztán minden volt. Régi és új, kétkerekű, fémből, fából, és még papírból is. Képek a falon, ilyeneket még sosem láttam. És gondoljátok csak el, bent az egyik teremben gyereksereg rajzolta, ragasztotta, festette a kerékpárokat. Megnéztük a remek alkotásaikat, és közben kifaggattuk őket. Szeretsz rajzolni? Igen. Mit készítettél itt ma? Biciklit. Miből készült a bicikli? Hát ragasztottam rá fonalat, meg színeztem. Megmutatod nekünk? Igen. Nézzük. Mi ez a csillogó rajta? Színes. Szeretsz rajzolni? Igen. Otthon is szoktál? Szoktam. És biciklizni? Azt is szoktam. Szeretsz rajzolni? Igen. Hogy érzed magad, amikor rajzolsz? Hát, jól érzem magam. Ma mit csinálsz? Hát ma könyvjelzőt csinálta. Milyen meg? Igen. Mi van rajta? Bicikli. És szoktál biciklizni? Igen, minden nap biciklizek. Miből készült ez a könyvjelző? Fonalból, meg színesekből, meg színes ragasztóból. Ti hallottatok már a barátságfonalról? Mert én nem. Nos, az ügyeskedő gyerekektől azt is megtudtuk, hogyan lehet barátságfonalat készíteni. Mit csinálsz? Barátságfonalat. Nagyon szép. Mi az a barátságfonal? Amit a párommal csinálunk fonálból, és amiközben beszélünk, és azért lesz barátságfonál, mert közben barátkozunk. Mit csináltatok még ma? Rajzoltunk, és... Mit rajzoltatok? Biciklit. Miért biciklit? Hát, egyszerű olyan átlagos bicikli. Azért, mert bicikli kiállításotok van a múzeumban? Igen. Otthon van-e biciklin? Van. Szoktál biciklizni? Igen. Szeretsz is? Igen. És a mai rajzot miből készítetted? Papírból. Csak papírból? Igen. Mivel rajzoltál rá? Faszínással. Úgy látom, te vagy a barátságfonal másik végén. Igen. Mi az a barátságfonal? A barátságfonal az, hogy a két ember kell, hogy csinálja, és a végén szép fonál lesz belőle. Milyen színű? Sárga, rózsaszín, meg szürke. Együtt választottátok? Igen. Mit rajzoltál ma? Biciklit. Miért? Hát színeset rajzolt. Milyen színű? Nagyon sok színűt raktam bele. És te rád is? Pletem se drugaricom konat. Valis de pletes? Da. Kakve boje? Bele, žute i raznih boja. Zajedno ste je birali? Da. Šta radite? Pletemo konopac. Zašto to radite? Pa da zalipimo na crteže. Sviđa vam se?
Šta se danas cotali? Pa bicikle. Zašto? Pa ne znam. Voliš da se biciklaš? Da. A imaš kući biciklo? Imam. Kakve boje? Pogledali ste izložbu? Da. Kako ti se sviđa? Lepo. Šta radiš? Bojim. Šta si cotala? Bojim biciklu. Baš je lepa. S čime si je cotala? Pa se žutim, sam cotala pa se ovim bojama različiti. Imaš kući biciklu? Imam. Voliš da se biciklaš? Da. Šta radiš danas? Bavim biciklu. Kakvu biciklu? Možeš da nam pokažeš? Kako ti se sviđa današnji dan? Lepo. Imaš kući biciklu? Imam. Kakve boje? Žute. Voliš da voziš biciklu? Da. Šta si danas pravila? Biciklu. Kakvu biciklu si danas pravila? Pa šalene. Hajde pokaži nam. Što je lepa? Šalene. Pokaži mi šta je to. Trav. Kakvo je to boje? Crvene i zelene. Egy lutasi kislány magyar népmesét mesél nekünk. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert úgy hallottam, jókat lehet rajta nevetni. A csizmadia disznója, magyar népmese. Volt egyszer egy csizmadia, aki Györgynek hívtak. Annak a csizmadiának volt egy disznója, aki a csordába járt, és amikor jött haza a csordából, azt mondogatta. Gyuri, Gyuri, Gyuri! Jaj, ezt a csizmadia sehogy se bírta tűrni. Megmondta a feleségének, hogy az ő becsületes neve György. Hogy megtehítje a disznót, hogy az ő becsületes neve György. És amikor jött, és beállt az este a kapu mögé, és amikor jött haza a disznó egy nagy bunkóval, úgy fejbe vágta, hogy csak kettőt nyögött. György, György. Na ugye, hogy megtanultad a becsületes nevemet? De amikor már látta a csizmadia, hogy a disznónak vége, kezdett búsra konni. Milyen bolondot csinált magából. Nem volt mit más tenni, mint kimentek a vásárba, és vettek egy új disznót. És mit adott Isten? Az is győrizett. A mai olvastunkban a Kis Herceg című regénnyel ismertetlek meg benneteket, amit a francia származású Antoine de Saint-Exupéry írt 1943-ban. Főszereplője, maga a Kis Herceg, aki egy tiszta lelkű gyermek, és a mű elején nem sokat tud a rajta kívülálló emberi világról.
Őszinte érdeklődő, nyitott személyiség. A történet az ő életéről szól. A különböző bolygókon tett látogatása tanítja meg arra, hogy miképpen nem szabad élni. Megtudhatjuk azt is, hogyan indult útnak picin bolygójáról, mert összeveszett féltve őrzött virágával, és hogy merre járt, mielőtt a földre érkezett. A kisherceg nem értette az embereket, akikkel útközben találkozott. A királyt, a hiút, az iszákost, az üzletembert és a többieket. Nagyon hiányzott neki a saját kis bolygója, de főképpen a virága, amelyet mindentől nagyon óvott. Megtudhatjuk, hogyan találkozott a sivatagban a pilótával, és mi mindenre tanította meg a szeretetről, gondoskodásról és a barátságról. A 7. bolygó, amelyet a kis herceg meglátogatott, a Föld volt. Itt találkozott a kígyóval és a rókával, és akivel később barátok lettek. Ha szeretnétek megtudni, mi a róka titka, olvassátok el ti is ezt a könyvet, ami bár elsőre elég nehéznek tűnik. De higgyétek el, megéri, hiszen számtalan érdekes és tanulságos dologgal találkozhattok a műben. Remélem, kíváncsivá tettelek benneteket. És most szeretném felolvasni a kedvenc részeimet. Hallgassátok meg! Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy akármikor jössz, sohasem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok. Másoknak nem egyebek csöpnyi kis fényeknél. És miért mások, a tudósok számára problémák? Az üzletemberem szemében aranyból voltak. A csillagok viszont mind-mind hallgatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyennek senki másnak. Hogy? Mert én ott lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken, ha éjszakánként fölnézel az égre. Olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked, egyedül neked olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak. És megint nevetett. S ha majd megvigasztalódtál, mert végül is mindig megvigasztalódik az ember, örülni fogsz neki, hogy megismerkedtél velem. Mindig is barátom leszel, és szívesen fogsz együtt nevetni velem, és néha kinyitod majd az ablakodat, csak úgy kettelésből. És a barátaid nagyot néznek majd, ha látják, hogy nevetsz, amikor fölnézel az égre. Te még majd azt mondod nekik, igen, engem a csillagok mindig megnevetetnek. Erre azt hiszik majd, hogy meghibbantál. Szép kis tréfa lesz. Minden ember macska nem lehet, pedig a macska tudja csak a nagy titkokat. A macska egy kisebb termetű emlős állat, amely a macska félék családján belül a vadmacska alfaja. Ügyes ragadozó, több mint 1000 különféle faj tekinthető a zsákmányának. Emellett meglehetősen intelligens állat, idomítható. A macskának is, úgy ahogy bármely más állatnak, van különféle faja. Ilyen például az egyszerű sima házi macska, de van ezen kívül még sokfajta, mint például a perzsa, melynek rendkívül nagy és vastag bundája van, és van a burmai szánk macska. A cicákat 3 fő részre oszthatjuk. Rövid szőrű macskák, például házi macska, félhosszú szőrű macskák, például burmai szán macska, és a hosszú szőrűek, azaz ismertebb elnevezésükön a perzsa macskák. Az ember már mintegy 4000 éve társaságban él a háziasított macskákkal. Az első macskát Egyiptomban találták és szelítették meg. A macskák is gyakran kapnak el különböző vírusokat, betegségeket és élősködőket.
Leggyakoribb a veszettség, ahogy a kutyáknak is, de vannak más betegségek is, ilyen például az agyhártyadulladás. A betegségek nagyobb része nem hat ki emberre, ám például a veszettség mégis. Megelőzhető oltással a megfelelő étrend mellett is javulhat az állapota, sőt, teljesen fel is épülhet. Természetesen az állatorvos segítségével. Az imént említett élősködők is veszélyesek, főleg az állatra nézve. Ilyen élősködők például a bolhák, hullancsok, valamint elkaphatja a ruhességet is. De ezek az élősködők nem jelentenek nagyobb veszélyt a nagyobb macskának, mivel a betegség sokkal nagyobb veszélyt jelenthet a cica számára. De ezek is megelőzhetők, főleg nyakörvvel, úgy, ahogy a kutyáknál is. Ezekre és még sok más tünetekre utaló jelek, főleg a megváltozott viselkedés, idegi és szembetegségek, azaz látásiga, ennek jelentkezésével a macska nem lát rendesen. Ezért én is elvittem a cicámat beoltatni, tehát ti is tegyétek meg, hogy az állataitok egészségesek legyenek. Mert feje helyén van tompora. Ó, szegény csökeré. Ha nála a kürt, már a terem kiürül. Ha csak hozzá kezd. De ha a macska zenélt, remek macska zenét. Minden ember macska nem lehet. Pedig a macska tudja csak a nagy titkokat. Véget ért a mai gyerekmenü, de csak egy hetet kell várnotok, és ismét találkozunk a képernyőn. Addig is, sziasztok!